Az Országos Magyar Vadászkamara november 7-én 60-ban a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban rendezett országos tanácskozást a vadászterületeken szolgálatot teljesítő hivatásos vadászok számára. A rendezvény jelentőségét mutatta az is, hogy az OMVK-OMVV szakmai partnerei, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi Minisztérium, a NÉBIH, valamint az ORFK vezetői is megtisztelték a tanácskozást. Tisztelt vendégek, tisztelt megjelent hivatásos vadászok! A jelenlegi jogszabályi környezet és annak esetleges problémaköreit szeretném, mint egy diagnózist felvázolni, majd ezt követően egy előre mutatónak tűnő, legalábbis számunkra, megoldási lehetőséget. Elméletileg a jogszabályból egy ilyen hierarchia következik. Hozzáteszem, hogy szigorúan együttműködésen alapuló hierarchia ez, tehát nem diktál a vadászatra jogosult a föld tulajdonosnak, de elvileg szakmailag felkészültebb kell legyen e témakörben, hiszen hivatásos vadászokat alkalmaz. Ki szakértő? A VTV szerint ugye sajnos megint találkozunk egy nem kellően körülírt meghatározással. Ugye vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár becslését közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. Kérdőjel, felkiáltójel, milyen szakirányú végzettségre gondolunk. A szakértőre vonatkozóan az 58. paragrafus rendelkezik, miszerint a harmadik bekezdését emeltem ki, mert ez úgy hivatkozik vissza aztán a VTV-re. Ha a jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt kell igénybe venni, ez utal vissza a VTV szerinti szakértői körre megítélésem szerint. Nagyon sok esetben találkozhatunk az úgynevezett szubjektív vadkárbestési módszerrel, hát ez egy elég szélséges példa, amikor a tábla széléről benéz valaki a táblába, de sajnos valós. Ez tiltott. A vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadkár pecslőre, vadkár szakértőre is az igazságügyi szakértői törvény vonatkozik. Azaz ismernie kell és alkalmaznia kell a éppen aktuális módszereket.